Charlie, majom a családban. Magyar hangok, Schnell Ádám, Nyírő Bea, Szető Ádám, Kántor Kitti, Némedi Mari, Gáspár András, Dallos Szilvia. Mély sebek. Charlie! Otello! Reggeli! Hát ez meg mi? Az Max futó cucca. Otellónak nyilván hiányzik a gazdája. Otello, Max és mama még Olaszországban vannak Rodolfo temetésén, de ma hazajönnek. Hogy érthetné, hogy mi ez a temetés? Otello egy kutya. Na és Charlie is érti. Hello! Jó reggelt, Hoppe asszony! Na, srácok, szia. Minden ember? Hello, Dirk! Nem is tudtam, hogy már felkelt. Ó, rémesen néz ki, talán beteg. Hát, dehogy. Tegnap összejöttem két fiatal vállalkozóval, és akarnak egy jó weblapot a neten, és meg nyomban leültem dolgozni. Oh, aztán nyilván egyszer csak elaludtam. Először is készítek egy jó kis reggelit, friss műzli kávéval. Sajnos nem megy, Hoppe asszony. Rohanok egy tárgyalásra. Köszönöm, Charlie. Még egy rendes reggelire sincs ideje. Mennünk kell. Szevasztok. Jó mulatást a suliban. Jó, kösz. Szevasztok. Otello, ez a reggelit. Rendben, köszönöm. Nagyon köszönöm. További szép napot. Önnek is. Megjöttetek. Azért nem voltunk el olyan sokáig. És nálatok minden rendben? És milyen volt? Szomorú. És Charlotte még Olaszországban? Nem, most vittük haza. De miért nem jött ide? Egyedül akar lenni. Felviszem a táskákat. Köszönöm. Jó reggelt. Jó reggelt. Hoppe asszony, köszönöm, hogy törődött Connie-val és Gregorral. Ez csak természetes. Doktor úr, egy bizonyos Brenner úr telefonált, Rösner doktornőt kereste. Megmondta, hogy miért? Igen, a lova miatt. Pillanat, felírtam. Raminát, a kancát el akarják adni, és orvosi igazolás kell hozzá, minél előbb. Hmm. Ha lehet. Azért átöltözhetek? Igen, köszönöm. Persze. Szia, Patricia, itt Dirk. Hogy vagy? Te nem vagy semmi. Nem zavar, hogy randink lett volna? De közben jött valami. Egy fontos munka, ezért is telefonálok. Most? Két óra késéssel? Bocsáss meg, Patricia. Figyelj, már elindultam hozzád. Ott vagy még? Még kerek 10 percig. Ez az utolsó. Ne, várj, Patricia. Nem érek oda, leállt a kocsim. 10 perc. Vagy nincs lakás. Gondold meg, oké? Okay? Ciao. Hello. Mi baja? Fogalmam sincs, egyszerűen leállt. Benzin? A tank tele van. Ne piszkolja be a kezét. Ez az egyetlen gondja. Üljön be és indítson. Maga egy angyal. Kilazult egy gázvezeték, mert kiesett egy csavar. Értem. Egyébként Dirk vagyok. Örvendek, Johanna. A szervizik biztos kitart, de mondd meg, hogy cseréljék ki a felfüggesztést, és egyébként... Egy pillanat, ne olyan gyorsan. Nincs véletlenül egy szabad fél órát, ha? Tulajdonképpen nincs, de megoldható. Remek, te tényleg egy angyal vagy. Elvinnéd a kocsit a műhelybe a Franklin utcával? Tessék, taxira. Köszönöm. Sajnálom, de tényleg fontos tárgyalásom lesz. Taxi! Köszönöm.
Egy pillanat, mindjárt kezdünk. Hm? Oliver. Jól van. Szia, Max. Milyen volt? Amilyen egy barát temetése lehet. Sajnálom, hogy nem mehettem el. Semmi gond. Charlotte megérti. Egyébként a menhelyen lassan kifogy a madár eleség. Köszönöm, majd viszek ki. Van már valaki, aki gondozza az állatokat? Csak szép lassan, sorjában. Ha akarod, akkor én csinálhatom, amíg nem találsz valakit. Te törődj a vizsgáiddal. Majd megoldom, oké? Okay? Köszönöm, adósod vagyok. Hé, hey, Charlie! Hé, hey, Charlie, a pénzről majd beszélünk később. Gyere, Maxnak sok dolga van. Igen, beküldöd az első beteg? Persze, már is. Halló, itt Brenner. Kérem, hívjon vissza. Ramiráról van szó. Ramira egészséges, szóval még várhatsz egy kicsit. Egyetértek, Brenner úr, adok magának 1200-at. Ki van zárva? Több mint 2000-et fizettünk Ramiráért. 1800. 1300 KP van a kezébe, ez az utolsó ajánlatom. Ez egy kezes bárány, jó sorra lesz maguknál. Én egy gyermekfarmot üzemeltetek. Mindent megkap, ami kell. Friss levegőt, mozoghat, amennyit akar. Jó, rendben. Megegyeztünk. Megállapodtunk. Ez egy vagyon lehetett. Ugye nem akarunk most a pénzről beszélni? Nem, földhöz ragadt szokás. És? Hogy tetszik? Pontosan erről álmodtam. Barátságos, nem túl nagy. Jó a tervezés. Jó a beosztása. Lakásnál úgy mondják, beosztás. Helyes. Mikor költözöl ki? Bármikor mehetek. A barátaim már vidéken vannak. Anke és Rolf. Rolffal találkoztál a múltkor a partin. Feltétlenül meg kell add az új címedet, hogy meglátogathassalak. Vagyis megveszed a lakásomat? Most mégis a pénzről kell beszéljünk. Mennyi lenne az ára? 158 000 garázssal együtt. Megvan a pénzed, vagy hitelt veszel föl? Hát, ez is, az is. Gyere, megmutatom a tetőteraszt. A hirdetési számla a lovas folyóiratban. Ezt a pénzt megspórolhattuk volna. A hámról megfeledkeztél. Az most mindegy. Gondolod, Ramira jó helyen lesz ennél a Krügernél? Biztosan. Azt mondta, valami gyermekfarmot üzemelt. Azért én elvinném neki a hámot. Megadod a címét? Nem gondolod, hogy eltúlsz? Nem, nem gondolom. Olyan helyes az a paci. Én eladni akarom a lakást, nem kiadni dírt. De ebből csak előnyöd származna. Ha ráunsz a vidéki életre, bármikor visszajöhetsz a városba. Ettől eltekintve, ez amúgy a nyugdíjbiztosítás. Most úgy beszélsz, mint az apám. Nálam jobb bérlőt keresve se találsz, hidd el. Jó, majd átgondolom még egyszer. Nem. Azt mondom, kössük meg most a bérleti szerződést. Egyes pont, bérlő vállalja, amennyiben a tulajdonosnak kell, 4 héten belül kiköltözik a lakásból. Van írőeszköz? Szóval, először a személyes adatok. Dirk, és a vezetéknév? Scherer. 2 L-vel. Mm. 1976. július 29. Családi állapot? Nőtlen? Amíg az eszemet tudom. Mm. A recept Berrynek naponta egyszer, mint eddig. Nagyon köszönöm. Nincs mit. Viszontlátásra, Solné. Ön következik. A kocsinak ott kell lenni önöknél. Nem, egy ismerőst kértem meg, hogy adja le. Na igen, természetesen. Köszönöm. Igen, viszont hallásra. Charlie, bocsáss meg, teljesen megfeledkeztem rólad. Á, most leül és eszik valamit, hm? Hoppe asszony, már ettem útközben. Ugye nem az almát falatozzák véletlenül? Nem. Mi azt sohasem merészelnénk. Nem kerestek telefonon? Egy Johanna. Johanna kicsoda? Sajnos nem tudom. Állandóan cseng a telefon, de Johanna nem hívott. Miről van szó? Ha netán mégis telefonálna. Nem olyan fontos. És hazudnak, mint a vízfolyás. Kifelé innen, mind a ketten. Gyere, Charlie. Látja, Sollasszony, nincs miért aggódni, minden szépen begyógyult. Minka nyilván már el is felejtette azt a kis műtétet.
De mindig úgy megijed, ha meglát egy kutyát. És ez a váró tele van kutyákkal. Aha, ez nem probléma. Erre is kimehetnek. Úgy, tessék. Ah, Otello. Minka fél a kutyától, és te állítólag az vagy. Szóval menj. Tessék. Köszönöm, doktor úr. Kérem. Jól van, aranyos vagy. Igen. Charlotte. Itt a röntgenfelvétel Cézárról. A kapuban találkoztam a futárral. Köszönöm. De miért nem maradt otthon? Nem megy. De mindent megbeszéltünk. Megoldom én ezt itt egyedül. Megpróbáltam, de nem bírom, hogy csak ülök otthon és bámulom a falat. Muszáj tennem valamit, hogy eltereljem a gondolataimat. Látja ezt a hajszárepedést a forgó felett? Majd felhívom Kinbaum asszonyt, hogy hozz el Cézárt. Majd én elintézem. 2:30-ra hívom ide, rendben? Mm-hmm. Tegnap este az egyik parkolóból hívtak, nem sokkal az orosz határ után. Minden rendben. Hívd fel, mondd meg, hogy egy kis kitérőt kell tenniük. Van még egy szállítmány. Kis kitérőt? Az 600 kilométer minimum. És? Hol itt a probléma? A sofőröknek be kell tartaniuk a pihenőidőt, vagyis csak holnap reggel indulhatunk. Ahogy gondolod, legközelebb a fehér oroszoktól bérelek majd speditőrt. Azok úgyis olcsóbbak. Bocsánat! Brenner a nevem, Krüger urat keresem. Állítólag ez a címe. Krüger őr már egy órája elment. Sajnos nem tudom, mikor lesz itt megint. Igen. Ő tudja, megvette tőlünk Ramirát, és elhoztam neki a lószerszámokat. Nem tudja, hol a farmja, a gyerekfarm. A gyerekfarm? Sajnálom, de miért nem hívja fel, és kér egy időpontot, mondjuk a jövő hétre, de a szerszámot hagyja itt. Odaadom Krüger úrnak. Jó. Köszönöm szépen. Viszontlátásra. Paul! Szevasz, Max! Mikor jöttetek vissza? Ma reggel érkeztünk. Hogy van, Charlotte? Gondolod, felhívhatom, hogy kondoleálja? Nem kell felhívnod, itt van a rendelőben. Azt mondja, muszáj valamivel elfoglalnia magát. Ki tudja mi, hogy reagálnánk hasonló helyzetben. Gondolkoztál már rajta, mi lesz a menhelyjel? Oliver vállalja az etetést, a többi meg rám hárul. Hosszú távon ez így nem megoldás. Esetleg felhívom Rövert, annak idején segített. Rá már én is gondoltam, de Röver állást kapott a Lipcsei állatkertben. Akkor feladok egy hirdetést, vagy van jobb ötleted? Minden esetre majd érdeklődöm. Hello, Charlie. Na, kicsim, te is jössz? Jó, gyere. Viszlát. Ciao. Ah, szóval itt bujkál. És megint a komputer előtt. Nem várathatom a két fiatal vállalkozót, meg aztán jól is fizetnek. Kávé? Kávé bizony, és croissant meg egy tojás. A pillanat, csinálok helyet. Jó étvágyat hozzá. Hoppe, asszony. Mit mondjak, maga a legjobb? Hány nőnek mondta már ugyanezt? Még egyetlen egynek sem. Legalábbis ma még nem. Ez teljesen normális. Ramira nálunk sem a kertben volt, hanem az istállóban. Jó, de akkor is rossz érzésem van. Az a kamiondepó, meg az az egész ügy, ahogy van. Nem úgy néz ki, hogy szeretnék a lovakat. Jó, és szerinted mit tegyünk? Hát tájékozódjunk Krügerről, a tenyészegyesületnél, az állatvédőknél. Mit tudom? Az megnyugtat, megkérdezem dr. Henninget. Talán neki már volt dolga ezzel a Krügerrel. Jó, köszönöm. Az Istenért, te is kedvelted Ramirát, nem? Természetesen. Jelentkezem. Na, ennyi. Ah, Willi, ma tényleg nagyon rossz hangulatban van. Ezt jó tudni. Oliver, ha gondod van valamelyik állattal, ne kockáztass. Hívj fel. Értettem, főnök. Hé, hey, Charlie, te hová készülsz? Randid van? Igen, a barátjával, a kakadúval. Üdvözlöm, dr. Henning. Reméltem, hogy itt találom. Jó napot, Charlie. Jó napot. Hello. Jó napot, Brenner úr. Hallom, orvosi igazolás kell Ramirának. Már nem szükséges. Ma reggel eladtam Ramirát. Hát ez gyorsan ment.
Mond magának valamit az a név, hogy Krüger, Jens Krüger. Nem kellene. Remélem, nem követtem el hibát. Nekem nagyon rokonszenvesnek tűnt. De aztán a feleségem kiment hozzá, és kiderült, hogy az irodája egy iparterületen van. És ez valahogy furcsa nekünk. Nem igazán megfelelő környezet egy lónak. Mondja, miért kellett ilyen hirtelen eladni a Ramirát? A feleségem túl van a második inszalag műtétjén, és az orvos eltiltotta a lovaglástól. Sajnálom. Ha itt végeztem, majd betelefonálok az Állatvédő Egyesületbe. Ez igazán kedves öntől. Itt hagyom a címét. Kvicostresse 309. Adja csak nekem. Ez Charlie kedvenc CD-je. Állathangok Afrikából. Gregor! A biciklid? Nem az enyém, Connie! Azért elvinnéd? Connie, a bringád! Maren, jó, hogy itt vagy. Kölcsönvehetem a kocsit? Még installálok pár adatot a fickónak. Miféle adatot? Miféle fickónak? Egy feltörekvő vállalkozásnak készítettem egy komplett internetes oldalt. És legalább fizetnek érte? Nem panaszkodom. Ez itt az előleg. Mm. A többit szállításkor. És hol a kocsid? A műhelyben. Már? Nem megmondtam, hogy tönkre tesz ez a kocsi. Félsz, hogy esetleg meggondolja magát? Nem, sőt, minél gyorsabban aláírná a szerződést. Ez itt a 13-15. A 12 odaállt van, gyere. Ez jó környék. Miért akar innen elmenni? Erre én is kíváncsi vagyok. Az autónál csak egy apró hiba van. Egy kilazult gázvezeték. Szóval szabad? És ha nemet mondok? Akkor kölcsönadom a bringámat. Köszönöm, nővérkém. Egy asszony, két gyerek, egy kutya? Vezes óvatosan. Még hogy szívja, amíg az eszét tudja. Igazi meleg szerelmi fészek. Add ide a szerződést. Végeztünk, Scherer úr. Hát tudod? Egy pillanat, Charlie, mindjárt jön. Nincs itt senki, pedig jó címen vagyunk. Idegeneknek tilos a belépés, nem dísznek van ott a tábla. Világos, de én Krüger urat keresem. Ő úton van. Várjon már egy kicsit. Krüger úr vett egy lovat, és szeretném tudni, hogy... Állandóan lovakat vesz. Akkor ért a lovakhoz. Csak ennyit akartam tudni. Köszönöm. Önök Olaszországba is jár? Minden héten, egészen lebrindizik, de most dolgom van. Világos, köszönöm. Fenébe, Charlie, mit csinálsz te? Gyere már! Na, gyere, gyerünk! Na, összetörted? Nem, minden rendben, és köszönöm, hogy odaadtad. Figyelj, nem telefonált valaki a kocsim miatt? Nem. Úgy látszik, nagy javítás lesz. Ha csak ennyi lenne. Ezt hogy érted? Félek, hogy ellopták a kocsit. Szia, Maren! Szia, Charlie! Holnap találkozunk. Szia, Oli! Bejössz? Sajnos nem megy. Magolnom kell a vizsgára. Figyelj, átadnál egy üzenetet Maxnak. Jártam ennél a Krügernél. Elég gyakran vesz lovakat, szóval úgy tűnik, hogy minden rendben. Megmondom Maxnak. Sok szerencsét a magoláshoz. Köszönöm. Szia! Már rég itt kellene legyenek.
4 órakor állítólag már 80 kilométerre voltak. Nyilván állnak a dugóban, az autópálya teljesen be. Akkor forduljanak meg és jöjjenek az országútra. Azt megnézem, hogy fordulsz meg egy ilyen monstrummal az autópályán. Egyébként keresett valaki. A lovak iránt érdeklődött. És? Mit mondtál neki? Semmit. Én ugyanis peditőr vagyok, nem lókupec. Úgy, és most hallja, mit nyertünk? Még nem telefonált eddig. Meg akartam várni, hogy te is legyél itt. Rodolfo. Ó. Ajándék! Ó, te kis bolondos! Ó, Charlie! Neked is hiányzik Rodolfo, igaz? Johanna? És mi a másik neve? Nem tudom. Hogy nézett ki? Barna haj, farmer, pulóver. Nagyon csinos. Ez nem sokat segít. De értesítened kell a rendőrséget, ne húzd tovább az időt. De ha megmondom, hogy odaadtam neki a kocsit, a forgalmit, totál idiótának néznek. Uh-huh. A szám 1-1-0. Mi történt? Az öcsémnek eltűnt a kocsia, és 10 perc múlva vacsorázunk. Hol van Charlie? Biztos Charlottéval a rendelőben, mindjárt hozom. És hozd mindjárt Charlottét is, szeretném, ha ma velünk vacsorázna. Én is éppen ezt akartam javasolni. Köszönöm, Charlie. Ó, Charlie. Charlotte? Max, éppen indulni akartam. Arról szó sem lehet. Hoppe asszony főzött, és örülnénk, ha velünk tartana. Azt hiszem, itt nincs értelme az ellenállásnak. Az a mocsok az. Nem vagyunk itt, nem? Megörültél? Igen. Hello, Patricia. Itt Dirk. Nem, Anke vagyok. Patricia legjobb barátnője, és azt üzeni neked, hogy egy mocskos disznó vagy. Értem. Tényleg ezt mondta? Ami a lényeget illeti, ezt. Mindig ez a problémám a jó nőkkel. Egyszerűen mindent sikerül elszúrni. A változatosság kedvéért talán lehetnél őszinte. Én őszinte vagyok. A legőszintébb ember a világon. Oké, akkor mondd utánam. Dirk a nevem, nős vagyok. Van 2 gyerekem és 1 kutyám. Egy pillanat, ez mind nem igaz. Reménytelen eset, tudtam. Ugyanis láttunk. Figyelj, Anke, ez tévedés. 10 perc múlva ott vagyok nálatok, és mindent megmagyarázok. Nem hiszem, hogy ajtót nyitunk. Akkor a balkonon mászom be. Ez totál beléd van zúgva, olyan én édes. Szóval sem hiszem. Dirk, minden rendben. Gyere, beengedünk. Na végre. Megjött már ideje volt. Nyisd le a hátlapot, elvisztek még egy lovat. Előbb friss víz kell a többi állatnak. Akkor igyekezzetek. Na, rajta, gyerünk! Főnök, ide tudna jönni? Eldőlt az egyik ló. Bérzik. Biztos megharapták a többiek. Majd feláll magától. Lovat csak állva szállíthatunk. Ha megsérült, le kell venni a kocsiról. Ez a szabály. Oké, akkor hozzátok le. Igen, rendben. Lassan, lassan.
Lassan. Igen. Aztán menjen haza és aludjon pár órát. Holnap, amilyen korán lehet, indulni kell. A szögbelövő meg akarja ölni. Vigyétek a hangárba, a többit elintézem. Ez nem tartozik a munkámhoz, Krüger úr. Mióta dolgozol ilyen alakokkal? Igen, Henning. Há, Süttő úr. Igen, mi történt? Éppen végeztem. Haza akarok menni, és ott áll ez a ló az úton. Belehajtott? Nem, nem, a sérülése már megvolt. Jó, a kolléga megkérdezi, hogy nem hiányzik-e valahonnan. Az állatorvos. Jó reggelt. Üdvözlöm, doktor Henning. Jó reggelt. Jó reggelt, doktor Henning. Na, te csavargó. Na jó, gyere ide. Hadd nézzelek. Igen. Sajnálom, doktor úr, hogy kirángattam az ágyból. De maga volt az első, aki eszembe jutott. Jó, semmi gond. A seb mélynek látszik, és különös, de mintha harapás lenne. Úgy tűnik, egyelőre nem keresik. Rendeltünk egy szállítót, az beviszi a menhelyre. Én jobban örülnék, ha hozzám jöhetne. Ott megnézhetném a sebet, és hogy van-e még más sérülése. Jó, ahogy gondolja, doktor. 10 perc múlva itt a szállító. Értettem. Jó reggelt! Jó reggelt! Most hívtam a rendőrséget, már keresik a kocsit, bár nem sok reményt fűznek hozzá. Max ébren van már? Már 5:30 óta. Egy sürgős esethez ment. Charlie, ez nem megy! Dirk, a mobília! Igen, már is jövök. Halló? Igen, sajnálom, pillanatnyilag nem tud önnel beszélni. Visszahívhatja? Igen, egy pillanat, már is? Igen, jó, megvan. Köszönöm. Viszont hallásra. Ki volt az? Johanna, azt üzeni, hogy kész az autó, és már el is éheti. Hoppe, asszony, szeretem magát. Imádom. Ma, nem már. Ma ezt látja valaki. Na, semmi. Jó, jól van. Max, itt van valami? Igen. Egy billog. Írd fel. 3-3, kötőjel, 7-7-4, mi ez itt? De furcsa, ez egy N tükörírással. Hello, Lee, jó napot, Frize úr. Szevasz, Paul. Igen, ő a talált gyerekünk. Már hallottam, hol van Charlie? A fenébe, már ennél, de már ennek indulnia kell. Kihozom, foglalkozom vele, jó? Köszönöm, Oli. Gyere, nézd, mit találtunk. Egy billogot. 3-3, kötőjel, 7-7-4, és ez az N tükörírással. Talán ez segíthet. Várj csak, a fordított N a cirilben I. És ez neked mond valamit? Ez a ló biztos keletről jött. Na jó. És hogy került Berlinbe? Felhívom a bécsi kollégákat. A bécsieket? Igen, a főszállítási útvonal. Vágásra szánt lovakat visznek keletről az olasz piacra. Több ezer kilométeren keresztül Európán. Ez sosem szűnik meg. Sajnos még mindig megéri. Az orosz piacon egy egészséges ló 300 euró. A vágóhidak Olaszországban 2000-et fizetnek. Otello? Oliver? Charlotte, annyira sajnálom. Szerettem volna... Köszönöm. Szóval, ha bármit tehetek... Igen, elviheted Charlie-t. Úgy is unatkozik már mellettem. Igaz, Charlie? Na, te vénk az ember! Max még kint van Frize úrral a menhelyen, de jön, amint lehet.
Gyere, Charlie, beszállás. Szevasztok, fiúk. Oliver! Jó reggelt! Figyelj, tudod, hogy jutok ma Abitbe a Vivestrasséra? Roppant egyszerű, elviszlek. Nem kerülő neked? Nem lényeges, gyere, szállj be. Köszönöm. Sajnos nem megy. Otello, kifelé, Charlie, te meg menj hátra. Köszönöm, Otello. Ez tisztára olyan, mint egy autómúzeum. Igen, csak attól félek, rossz helyen vagyunk. Nem. Jó helyen vagytok. Egy pillanat, már is jövök. Hey, Charlie! Igazad van, ez egy szuperkocsi. Hm? Egy Topolino. Ilyen nem tanult Rodolfo vezetni. Mutatott fényképeket. És itt van ő. Remélem, azért egy kicsit aggódtál a játékszeredért. Alig aludtam éjjel. És te tulajdonképpen ki vagy? Ő Charlie, a család barátja. Szia, Charlie. Ő meg Oliver. Hello. Szia, Oliver. Te tudod, nem szoktam hozzá, hogy ott hagynak a járda szélén. Én meg nem olyan pasi vagyok, aki ilyesmit tesz, de tényleg vészhelyzetben voltam. Mennyivel tartozom? Semmivel. Csavar azért még akad, és egy kis barkácsolás munka után kész öröm. Te itt dolgozol a műhelyben? Nem egészen. Az enyém a műhely. Tulajdonképpen angol sportkocsikra specializálódtunk, szóval ha egy jó 12 hengerest keresel... Azt hiszem, a nővérem akkor végleg gyámság alá helyez. Jó kis balhé. Glaser telefonál, súlyos zúzódásai vannak. Legalább 10 napra kiesik. Nem ő az egyetlen sofőröd. Mindenki fuvarban, és akik visszajönnek, azoknak jár a pihenőidő. Szerződésünk van, és abban az áll, hogy a lovak holnap 17 órára a Brindisi vágóhídon lesznek. Nem érdekel, hogy oldod meg. De, lazán megoldom 10 perc alatt. De, simán megoldom. Pillanat, Patricia. Tudom, már is megyek. Szálljon ki, kérem. Patricia, be kell fejeznem. Sietek. Forgalmit, jogosítványt kérem. Nem vezetés közben telefonáltam. Direkt megálltam. Lopás miatt keresik a kocsit. Lopás miatt keresik a kocsit. Ó, persze. Most kaptam vissza. És mi ez itt? Az amerikai jogosítványom. Ma akartam átiratni. Útlevél? Személyigazolvány? Nincs nálam. Sajnálom. Akkor zárja be a kocsit, és bejön velünk a kapitányságra. A seb szépen gyógyul. Na, Charlie, sikerült tönkre tenned? Hadd lássam. Szorul a fedele. Max, szevasz. Beszéltem Bécssel. A ló Fehér Oroszországból származik, egy vágóállatokra specializálódott farm. Szóval mégis igazad volt. Most jön a java. Egyik vásárlójuk egy bizonyos Krüger Berlinből. Sajnos nincs semmi a kezünkben. Még azt sem tudjuk, milyen szállítóval dolgozik. Ez a lemez, azt hiszem, az útvonalat rögzít. Várjunk csak! Hm? Ez a láng expedíciótól van. Charlie-val tegnap ott jártunk, amikor Krügert és Ramirát kerestük. Heti 2 út Olaszországba. Maga Bostonban lakott? Amíg tanultam. De Philadelphiában laktam. Köszönöm, jó napot. Szép dolgokat művelsz. A nővérem. Elhoztad az igazolványom? Természetesen, tessék. Remélem, ez elég. Gyere ide! Hazadöcögök Potsdamból, aztán visszajövök. Megint keresztül az egész városon, pedig már kiugrik a gyomrom az éjségtől. Sajnálom, nővérkém. Meghívlak enni. Mit szeretnél? Kör és korbászt. Meg lesz. Tessék. Jó, csak ellenőrzöm az adatokat. Igen, minden rendben. És ha elkészül a jogosítványa, telefonálok. Akkor találkozunk. Örvendek. Viszontlátásra. Viszlát. Viszlát, viszlát. Gyere már. Parancsoljon. Köszönöm. Köszönöm. Vigyázott! Jó étvágyat!
Köszönöm. És te? Én most nem eszem. Meghívtam Johannát ebédelni, mert megjavította a kocsimat. Megjavította? Azt hittem ellopta. Nem. Hagyjuk, bonyolult. Ez ő. Johanna? Sajnálom, Dirk. Lehetne kettőkor. Még várok a DB4-ra. Persze. De mi az a DB4? Egy angol sportkocsi. Na, bocsáss meg, de keresnek. Egy pillanat. Siren? Még van esélyed a lakásra. Ha meghívsz minket Ankéval ebédelni. Igen, szóval... Nagy fiú, tehát az upper class fél óra múlva. Patricia, egy pillanat, csak megnézem a programomat. Johanna? Bocsáss meg, az egyik ügyfelem. Szóval a két óra jól hangzik. Mit szólnál az upper classhoz? Egyetértek, az ügyfeled véletlenül nem egy nő? Nem, miből gondolod? A neve Charlie. Mint a csimpánz? Fura véletlen, nem? Igen, de ez lényegtelen. Örülök, viszlát. Patricia. A 14:34. És ennyi idő kellett, hogy ezt kitaláld? Volt egy kis szervezési probléma, de most már minden tiszta. Akkor viszlát. Örülök, ciao. Na, milyen voltam? Kíváncsi vagyok, mikor esel pofára. Ízlett a sült krumplim? Meddig tart még? Tovább kell menni a szállítmánynak. Honnan akasszak le egy sofőrt? Az ügynökség megígérte, hogy küld valakit. Akkor pörkölj oda nekik! Na végre! Azonnal indulnia kell Brindisibe. Láthatnám a papírjait? Természetesen. Fríze, állatvédelmi hatóság, és most szeretném látni az ön papírjait. Krüger! Kijönnél? Te most itt maradsz, barátom. Biztos, hogy megtehetjük ezt a rendőrség nélkül? Csak az nyer, aki jól blösszöl. Itt meg mi folyik? Állatorvos vagyok, és megnézem a szállítmányt. Biztosíthatom, hogy ennek következményei lesznek. Jó. Ha a kamion nincs 20 perc múlva az autópályán, az összes költséget magára terhelem. Kártérítés. Megértette? Szeretném látni a szállítmány iratait. Eredetigazolás, útvonalengedés, szállítási okmányok. Némelyik állat nagyon gyenge, nem engedem a szállítást. Ahhoz magának nincs joga. Legfeljebb a hatósági állatorvosnak. Igaz. És most fel is hívom. Otello, húzz el innen. Randim van, nem késhetek megint. Szevasztok. Már említette a lószállítmányt. Hányat mentettetek meg? 14-et. Szóval, megmenteni nem tudtuk, de mivel a szállítástól nagyon legyengültek, a hatósági állatorvos 12 óra kényszerpihenőt rendelt. Vagyis utána mehetek tovább a Vágóhídra. Igen, ha csak már ennek nincs valami ötlete. Sajnos nincs, azzal mindenki egyetért, hogy a szállítás állatkínzás. De a szükséges uniós törvény, ami szigorítaná a feltételeket, még nem született meg. Igen. A jogmalmai lassan őrölnek. Hogy lehet egyáltalán lóhúst tenni? Na jó, nyilván a disznók és a marhák sincsenek jobb helyzetben. Köszönöm, Charlie. Látjátok, vegetáriánusnak kell lenni. Na jó, nem a hússal van baj, csak észszerűen kell előállítani. Talán Paul Frieze kitalál valamit. Van még 9 óránk és 35 percünk. Jó, szóval bocsánat, de nekem mennem kell. Ciao. Igen, csak nézzük és nem tehetünk semmit. Megígértem a gyerekeknek, hogy délután kimegyünk a tóparti házba. Halasszuk inkább el? Nem. Charlie-nak igaza van. Ne roncsuk el az ő napjukat is. Megkérdezem Charlotte-t, talán kijön velünk, hm? Ez jó ötlet. Keksz, almali, zsemle és sóspálcika. Azt hiszem, minden megvan. Helyes, Charlie, a gumimacik. Ki eszik meg ennyit? Mi? Igen, én benne vagyok. Várj egy kicsit.
Dirkkel beszélek. Meghívott, hogy nézzünk be Patricia farmjára. Úgyis előtte megyünk el. Már olyan késő van. Vannak tehenek és malacok. Fogalmam sincs. Azt hittem, ne sikáljátok a csónakot. Nem, nem muszáj. Én a farmot választom. Szavazzunk. Egy pillanat. Megint leszavaztatok. Dirk, már is indulunk. Viszlát, ciao. Nem, nincs mit tenni. Vagy kifizeti az árat, amit a szállítmányért Olaszországban kapok, vagy megyek. Szóval 12 000. Ne siessen annyira, Krüger úr, megkapja a pénzét. Persze megspórolja a szállítási költséget Brindisibe, és a kamion üresen jönne vissza. Levonok 3 000-et. 4-et, ismerem az árakat. Azon kívül kiesik a takarmányköltség, és a határon az állatorvos is 1 000 euró. Vagyis akkor összesen 7 000. Túl kevés. KP-ban? A magáé. Fiúk, lerámolhattok! Az öcsém már sokat mesélt magáról. Hallom, kiadja neki a városi lakását. Közben rájöttünk, jobb lesz, ha azt elfelejtjük. Ne keverjük az üzletet a magánügyekkel. Igen. Csodálatos ez a hely. Köszönöm. Patricia mindig arról álmodott, hogy saját lova lesz. Igen. Amióta csak ismerem. És most egyből 14 van. Dirk! Körülnéznél? Hát, ha akad itt valahol zabla, meg nyereg. Persze. Ramira! Na, gyere! Ramira! Hát igen, így is lehet. Köszönöm, Charlie. Te lehetnél az istálló fiú. Igen, Ramira. Rajta lovagolhat. Gyönyörű. Köszönöm, Dirk. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm, Dirk. Nem nézhetem, hogy szenvednek az állatok, meg aztán sokat kerestem. De mit kezdjek én ennyi lóval? Minden esetre Anke és Patricia nagyon boldogok. És a lovak is? Igen. Az én kis öcsém. Nem is hittem volna. Tudom. Még mindig azt hiszed, hogy komolytalan, nagyképű alak vagyok, aki soha nem nő fel. És nem tanulja meg, hogy bánjon a pénzzel. Lám, micsoda tévedés. Igazad van, Charlie. Szóval más téma. Igen. Kölcsön adna valaki 50 eurót. Hazafelé tankolnom kell. De az összes pénzem elment a lovakra. Sajnálom. Charlie? Ő legalább olyannak szeret, amilyen vagyok. Magyar szöveg Betlen Katalin, hangmérnök Házi Sándor, vágó Fogarasi Hunor, gyártásvezető Rózsa Völgyi Ilona, szinkronrendező Vági Tibor. A szinkront a TV2 megbízásából a Masterfilm Digital készítette.